sem fog foglalkozni az önkormányzatok feladataival. Amivel foglalkozni fog, az a polgármesteri hivatalokra telepített állami feladatok leválasztása. Hát igen, egy politikusnál kérdés az, hogy milyen szakmai előírásoknak kell, hogy megfeleljen. Én, ha jól tudom, akkor az országgyűlési képviselőknél sincs semmilyen szakmai követelmény előírva a választáshoz, és mégis az országgyűlési képviselők, mint választott politikusok, nagyon fontos az ország ügyeit érintő legfontosabb kérdésekben jogosultak döntéshozatalra, kezdve az alkotmánytól az összes törvényig a legmagasabb szintű jogszabályokat hozhatják meg, amelyek az emberek mindennapi életét befolyásolják. Egy politikus az nem szakmai előírásoknak kell csak, hogy megfeleljen. Viszont azért mindannyian igyekszünk a szakmapolitika bizonyos területein jártasságot szerezni. És a miniszterek és az államtitkárok is szakértői annak a területnek, amelyekkel foglalkoztak. Nem véletlen, hogy önök, akik részt vettek a kormány munkájában, vagy miniszterként, vagy államtitkárként, fontosnak tartották, hogy ebben a kérdéskörben felszólaljanak. Az itt lévő önök is, és az parlamentben dolgozó, különböző szakbizottságokban dolgozó képviselők től se vonjuk meg azt a bizalmat, hogy értenek ahhoz, amit csinálnak, és jó döntéseket fognak hozni mindannyiunk érdekében. A kormány megbízott kiválasztása az valóban nem az önök és nem a választók döntésén múlik kizárólag, a miniszterelnök döntésén fog múlni, hogy kit nevez ki a végrehajtó hatalom kinyújtott kezeként a megyei kormányhivatal élére. Ehhez pedig minden joga megvan. És adjuk meg a bizalmat a miniszterelnök úrnak, hogy olyan politikusokat fog erre a pozícióra kinevezni, akik ezt a vezetői posztot méltó módon és kiváló szakmai hozzáértéssel fogják ellátni. Végezetül azt szeretném kérni, hogy egy félelmeiket egy kicsit bontsák le a lelkükben, egy kicsit több bizalommal forduljanak a szakmai munkánk iránt, és inkább a jobbító szándékú javaslataikkal álljanak elő, akkor lehet, hogy inkább szakmai nyelvre tudjuk fordítani ezt a vitát, ami időnként szakmai volt, de időnként méltatlan, ahhoz a történelmi léptékű átalakításhoz, amin dolgozunk. Kérem az együttműködésüket és a támogatásukat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szabó Erika államtitkárasszony. Az általános vitát lezárom, mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára várhatóan jövő hétfőn kezdődő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi 20. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést Téper 1247. sorszámon, a bizottságok együttes ajánlását pedig Téper 1247/18. sorszámon kapták készhez. Indítványozom, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassa le az országgyűlés. Felkérem a jegyzőt, ismertesse az általam javasolt vitaegységeket. Tisztelt Országgyűlés! Az országgyűlés elnöke azt kezdeményezi, hogy az első szakaszban az országgyűlés az ajánlás első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, tizenegyedik, tizenkettedik, tizenharmadik, tizenötödik, tizenhetedik és tizennyolcadik pontjait vitassa meg. Ezek jogalkotási szabályokat és jogszabályok kihirdetésére vonatkozó rendelkezéseket módosítanak. A második szakasz a 9., 10., 14. és 16. pontokra nyílik meg, amely rendelkezések a parlamenti ellenőrzés szabályait módosítják. Köszönöm szépen, tisztelt Országgyűlés!
Kérdezem a tisztelt országgyűlést, egyetérte a javaslat vita szerkezettel? Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az országgyűlés az indítványt elfogadta. Tisztelt országgyűlés, kérem a képviselőket, hogy felszólalások során csak a módosító javaslatokról kialakított álláspontjukat ismertessék. Megnyitom tehát a részletes vita első szakaszát, az ajánlás első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, tizenegyedik, tizenkettedik, tizenharmadik, tizenötödik, tizenhetedik és tizennyolcadik pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni a házszabály 50. paragrafus 5. bekezdés D pontja szerinti 10 perces időkeretben. Igen, szót kér, és megadom a szót Bárándi Gergely képviselő úrnak, Magyar Szocialista Párt. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. A vita e szakaszában a negyedik ajánlási ponthoz kívánok hozzászólni. Több módosító javaslatot is adtunk be, én úgy gondolom, hogy azok esetében elegendő az indokolásban szereplő évrendszer, nem szükséges ezt kiegészíteni. Azonban a negyedik ajánlási pont vonatkozásában más a helyzet. Különösen felhívnám a figyelmet. A negyedik ajánlási pontban a 7 per B paragrafus első bekezdésére, amely úgy szól, hogy, és ezt javasoljuk, hogy az előterjesztő támogassa majd, a jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg új kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el és nem korlátozhat jogot, továbbá nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. A módosító javaslat azon kívül, hogy egyébként az európai jogállami normáknak megfelel, illetve ha elfogadják, akkor megfelelő szabályozást kapunk a végén végtermékként, azon kívül meglehetősen aktuális is. Gondoljunk csak arra, hogy ezt az elvet az elmúlt néhány hétben, hónapban a kormány nem mindig tartotta be. Szeretném megkérdezni államtitkár urat arról, hogy miért nem támogatják ezt a javaslatot. Ugyanis az Alkotmányügyi Bizottság ülésén, ahol az ön helyettes államtitkárát kérdeztem erről, ő annyit válaszolt erre, hogy az Alkotmánybíróságnak most is ez a gyakorlata. Amivel egyébként én magam egyetértek, valóban ez a gyakorlat, csak önök nem tartják be. Csak önök nem tartják be. Amikor megkérdeztem arról a helyettes államtitkár urat, hogy akkor miért nem követik ezt a gyakorlatot, ha ő így értékeli, akkor azt válaszolta, hogy nem tudom szó szerint idézni, a lényege annyi volt, hogy körülbelül a terjedelme is a válaszának, hogy ez most nem tartozik ehhez a napirendhez, nem tartozik a tárgyhoz. Államtitkár úr, én azt gondolom, hogy amikor egy képviselő kérdez valamit egy bizottsági ülésen a kormány képviselőjétől, akkor az nem küldheti el, akár kulturált formában is a fenébe. Én nem tudom megmondani, államtitkár úr, hogy ennek a kiváló szakembernek, akit én nem ismerek, mi volt a neve. A szakma se nagyon ismeri egyébként, úgy tudom. De legyen szíves, ha legközelebb őt hatalmazza föl arra, hogy az államtitkárság véleményét képviselje, akkor hívja föl a figyelmét arra, hogy egy képviselőt ne küldjön el a fenébe, ahelyett, hogy választ adna a feltett kérdésre. Öntől viszont szeretném majd a választ megkapni arra, hogy ezt a módosító javaslatot miért nem támogatják. Úgy gondolom, hogy a jogállami működés egyik legalapvetőbb elve a visszaható hatály tilalma az érintettek terhére vonatkozóan, és ugyanígy a szerzett jogok elvételének a tilalma. Ez a módosító indítvány semmi más nem tesz, mint ennek a rendelkezésnek az alkotmányra emelésére tesz indítványt. Úgy gondolom, hogy a kormány is egyet kell, hogy értsen azzal, hogy az európai jogállami jogelveket érvényesíteni kéne. Úgy gondolom, hogy a visszaható hatály tilalma és a szerzett jogok elvételének a tilalma a legalapvetőbb jogállami működés követelménye. A jogállami működés egyik legalapvetőbb követelménye, így helyes a mondat. Szeretném annak okát kapni, és indokát kapni,
hogy miért nem támogatja ezt a kormány ezt a javaslatot, és egyben kérem azt, hogy tegye. Ezt tehát bírálja fölül az eddigi döntését, és támogassa a módosító javaslatunkat, csak úgy, mint a többit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Répási Róbert államtitkár úrnak, bár nem interpellációs időszak van, de bizonyára éli óhajt a válaszadás jogával. Parancsoljon, államtitkár úr. Igen, köszönöm a szót. Azért jelentkeztem soron kívül felszólási szándékkal, elnök úr és képviselő úr, mert egyrészt nem gondolom, hogy a plenáris ülésnek az lenne a funkciója, hogy a bizottság ülésen történteket itt megbeszéljük. Esetleg a bizottsági elnöki értekezleten lehet ezeket megbeszélni, tehát amennyiben nem a vita érdeméhez, hanem a bizottságülés hangulatához, az ülésen történt eseményekhez kíván hozzászólni, az nem biztos, hogy a plenáris ülésen kell megtennie. A helyettes államtitkáról egyébként tájékoztatott az ön kérdéséről, engem úgy tájékoztatott, hogy ő az elnökhöz fordult, a bizottság elnökéhez, és az elnöktől szerette volna azt tudni, elnökkel akarta tisztázni, hogy vajon a napirendhez tartozik-e a kérdés, és ő neki kötelese válaszolni. Egyébként érdemben pedig azt a választ adta, hogy azért nem tartozik a tárgyi törvény, tehát az alkotmány módosításhoz, a tárgyban lévő törvényhez nem tartozik ez a kérdés, mert hogy azt egy másik, a kormány által benyújtott, az úgynevezett jogalkotásról szóló törvény tartalmazza, illetve annak a tárgya, az a szabályozási probléma, amit ön felvetett. Tehát én azt gondolom, hogy a helyettes államtitkár tájékoztatása szakszerű volt, arra utalt, hogy egy másik törvényjavaslat vitájában lehet felvetni, vagy ott kellene felvetni ezeket a kérdéseket. És egyébként, ha előre mentek volna a vitában, akkor számos olyan módosító indítványukkal kapcsolatban, önnek és Lampert képviselőasszonynak számos olyan módosító indítványjal kapcsolatban, amelyeket benyújtottak, azzal kapcsolatban az álláspontom, hogy azokat a jogalkotási törvényhez kellene benyújtani, azokat a kérdéseket álláspontunk szerint a jogalkotási törvényben kell rendezni, nem pedig az alkotmány szintjén, de hát szerintem tudjuk, hogy mind a ketten tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát a helyettes államtitkárnak a tájékoztatása szakszerű volt, elnézést kérek, hogyha ön az okon vette a helyettes államtitkár tájékoztatását, de még egyszer mondom, én is megvizsgáltam, és azt alaposnak találtam az észrevételét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ugyancsak két percre két szót Lampert Monika képviselő, azt olyan az MSZP képviselő soraiból, parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Először is szeretném azt kifejezni, hogy becsülöm, hogy ön a parlamenti vitát komolyan veszi és érdemben válaszol az itt felvetett kérdésekre. Én ezt sokkal hasznosabbnak tartom egy olyan jogállamban, ahol a parlament jogalkotó funkcióját komolyan veszik az országgyűlési képviselők. Ezt sokkal többre tartom, mint azt, hogyha mondjuk minden hétfőn miniszterelnök úr kétszer elmondja, hogy fülkeforradalom volt, aztán hétfőn úgy kell szavazni egy adott törvényről, hogy azt szombaton lehetett megismerni az interneten keresztül. Tehát azt gondolom, hogy elnézést ez a felfogás... Kérek, képviselőasszony. A részletes vita folyik, és nem szeretném most már vakvágányra terelni. Igazából már gondolkodtam azon, hogy megadjam-e a szót az államtitkár úrnak is a válaszra, de úgy gondolom, hogy nem jártam volna el korrektul, ha megtagadom ezt, de nem szeretném, hogyha a vita itt visszacsúszna most már nem is az általános vita szintjére, hanem valami egészen más polémiának a megvitatására. Úgyhogy kérem képviselőasszonyt, a részletes vita keretében szólaljon föl. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A részletes vita szabályai szerint a negyedik ponthoz szeretnék hozzászólni, amelyről Bárándi Gergely képviselőtársam beszélt, ez pedig a visszamenőleges hatály kérdése. Azt gondolom, hogy értelmes dolog azt megvitatni itt a parlament plenáris ülésén, hogy az alkotmányban, vagy pedig a jogalkotásról szóló törvényben kapjon-e helyet a visszamenőleges hatály tilalma. A Magyar Szocialista Párt álláspontja szerint, és ezért is nyújtottunk be Bárándi Gergely képviselőtársammal módosító indítványt, szükség van magasabb szintű garanciára, jelesül alkotmányos garanciára, mert csak